tudjátok, hogy a munkahelyen kell tartózkodni, viszont az egész iskola munkahely. Tehát nem kötelező a nekem, bocsánatot kérek, nekem viszont azonnal négy számot kell mondanom, ki az, aki részt vesz. Tehát akkor nem az, hogy egész nap, vagy nem tudom, hogy ki függeszti, meg ki nem függeszti, de azt meg kell mondanom, hogy hány kérdesz végig a szájban. Úgyhogy erre a kérnék szépen egy számot, hogy most azonnal tájékoztatnom kell a fenntartást. Egy egész felemel is. Hát nem tudom, fenntartó, nagyon hisztizik, hogy meg kell neki a számot? Hát a tankerületből hívtak, hogy Budapestre kell küldeniük a számot. Tehát én szerintem... Azért vagy 10 percet csak kapunk tőlük. Tehát a 67 kollégából 46 pedagógus vesz részt a sztrájkban. Ők jelezték azt, hogy ezzel is szeretnék kifejezni azt, hogy sürgető szükség van az oktatásban a pozitív változásra. Pozitív változásnak kell történnie az oktatásban. Én részt veszek a kerekasztal munkájában személyesen, és én hiszem azt, hogy az ilyenfajta nyomásgyakorlás talán egy picit felgyorsíthatja az eseményeket. A diákokat felügyelik a kollégák, de nagyon csekély számban vannak jelen, és a 12-eseknek pedig oktatást szerveztünk.